Köszöntök mindenkit, Szikszai Zita vagyok, az Atommag Kutató Intézet tudományos munkatársa, az Örökségtudományi Laboratórium vezetője, és a IRIS kapcsolattartó. Az Európai Örökségtudományi Kutatási Infrastruktúra jelenleg még előkészületi szakaszban van, reményeink szerint nem sokára átkerülhet a megvalósítási fázisba. Az örökségtudomány egy viszonylag új megnevezés a kulturális és természeti örökségünkkel kapcsolatos komplex kutatásokra, amelyek felöleik annak kezelését, konzerválását, interpretációját és dokumentálását. Multidisziplináris megközelítést alkalmaz, számos disziplinából merít. Itt a kérdésfeltevés, a célok a bölcsészet és társadalomtudományokból érkeznek, ezért is szerepel ez az infrastruktúra a társadalmi és kulturális innováció programban, azonban a válaszokban nagyban segítenek a műszaki és természettudományos megoldások. Itt gondolhatunk műtárgyak, régészeti leletek, állagmegőrzését segítő kutatásokra, archeometriára, anyagvizsgálatokra, modern képalkotó módszerekre. Itt információt nyerhetünk a nyersanyagok eredetéről, hozzárendelhetjük a tárgyakat műhelyekhez, technológiáról kapunk információkat, ide tartozik a kormeghatározás is, akár távérzékelés, adatbázisok építése, IT megoldások biztosítása. Tehát az IRIS célja a kulturális és természeti örökséggel kapcsolatos tudományos kutatások előmozdítása. Ez is egy elosztott helyszíni infrastruktúra lesz, csillagszerkezetben fog működni, nemzeti csomópontokkal, és a nemzeti csomópontok is számos intézményt tartalmazhatnak. A vezetője Olaszország, Luca Pezzati a koordinátor. A roadmapre való felkerülés 12 ország támogatta, köztük Magyarország is, és jelenleg több mint 20 ország mutat érdeklődést. 2016-ban került fel az infrastruktúra az ESFRI roadmapre, 2017-ben kezdődött az IRIS Preparatory Phase EUH20-as projekt, ennek Magyarország is tagja volt, ez nemrég fejeződött be. Most tehát az IRIS PP projekt között és az ERIC kialakulás között vagyunk. Ezt az időszakot egy EU-s projekt tudja lefedni, a H20-as Hyperion HS projekt. Eredeti tervek szerint 2020 végén kellene elindítani az infrastruktúrává válást, a Step 1 processzust, meglátjuk, hogy ez most csúszik-e. 2022-2023 körül azonban már szeretnénk, hogyha az infrastruktúra működne. Tehát jelenleg még előkészületi szakaszban van az infrastruktúra. Az ideiglenes közgyűlésben számos ország delegált már tagot, köztük Magyarország is, ahogy említettem. Természetesen a vezető Olaszország, ennek is a vezetője. És hát a Brexit nem befolyásolja az Egyesült Királyság részvételét. Ezen kívül még tagja az ideiglenes közgyűlésnek az ICROM kormányközi szervezet is, amely a kulturális javak megőrzésével foglalkozik. Az ideiglenes közgyűlésen túl a projektek szintjén még további néhány ország is érdeklődést mutat az infrastruktúra iránt. Reméljük, hogy ők is bekapcsolódnak szorosabban is a munkába. A magyar csomópontot jelenleg 4 intézmény alkotja. A koordinátor intézmény az Atommag Kutató Intézet, velünk vannak még az Energiatudományi Kutatóközpont, Wigner Fizikai Kutatóközpont és a Magyar Nemzeti Múzeum. A 3 fizikai kutatóközpont már mintegy 10 éve dolgozik együtt ezen a területen, EU-s projektek keretében. 2009-ben indult az úgynevezett Karizma projekt, ennek lezárása után a Hyperion CH projektben folytattuk együtt a munkát, jelenleg az Hyperion HS projektben dolgozunk együtt, a Magyar Nemzeti Múzeum pedig archeológiai kutatási adatok gyűjtésével, módszertannal, hozzáféréssel segíti ezt a munkát, és egy régészeti adatbázist épít.
Ők az Ariadni és az Ariadni Plusz projektben vettek, illetve vesznek részt. Tehát ezek az intézmények eddig is már számos eredményt fel tudnak mutatni, még projekt szintjén, a Karizma és Hyperion CH projektek keretében mintegy 123 hozzáférést biztosítottunk külföldi partnereknek, a Magyar Nemzeti Múzeum adatbázisába, régészeti adatbázisába pedig mintegy 60 ezer lelőhely adatait vitte fel. Az IRIS integrált módon egységes elvek alapján fog biztosítani hozzáférést fix és mobil kutatási eszközökhöz, szakértelemhez, adatbázisokhoz, elősegíti majd új protokollok, technológiák, műszerek alkalmazását és kifejlesztését, szerepet vállal a képzésben és együttműködéseket indít. Az IRIS-nek 4 platformja lesz. Értelemszerűen a MOLAB jelenti a mobil infrastruktúrát, amikor a műszerek, eszközök utaznak a tárgyakhoz, épületekhez, falfestményekhez. A fix lab pedig azokat az infrastruktúrákat jelenti, amelyek nagy berendezésekből vagy komplex laboratóriumokból áll. Az ARC lab hozzáférés biztosít múzeumokban, kulturális örökséggel foglalkozó kutatóintézetekben gyűjtött kutatási adatokhoz és a kapcsolatos szakérdelemhez, és a DigiLab fogja biztosítani a adatmenedzselést és a digitális megoldásokat a terület számára. Egy példát szeretnék bemutatni a korábbi Access projektekből. A Karizma projekt keretében a Budapesti Neutron Centrum vizsgált Egyiptomban talált vasgyöngyöket. Itt kérdés volt, hogy bizonyítható-e a gyöngyök meteorvas eredete, összetétel, illetve szerkezetvizsgálatok alapján. A kollégák elemanalitikai vizsgálatokat végeztek, valóban meteorvasnak megfelelő volt az elemösszetétel, radiográfiai vizsgálatokkal pedig a készítési módra lehetett következtetni, ismételt hevítéses lágyítással, kalapálással vékonyított, hajtogatott lemezről van szó. Tehát sikerült megerősíteni, hogy ezek valóban meteoritvasból készültek, és az egyik legrégebbi, mint egy 5000 éves vastárgyakról van szó. Tehát ilyen jellegű vizsgálatokat végeztünk eddig projekt szinten, és szeretnénk ezeket tovább folytatni infrastruktúra szinten is. Egy nagy különbség az IRIS infrastruktúra és a korábbi projektek között, hogy az IRIS-ben már hazai kutatókat is tudunk fogadni, tehát itt nem lesz olyan megkötés, hogy csak külföldi vezetésű, illetve többségű projekteket fogadhatunk. Ilyen projekteket, ilyen nagy tárgyakat, mint amit a képen is látunk, ez egy bronzkori tárgy, természetesen sokkal könnyebb, hogyha országon belül tudunk vizsgálni, és nem kell határokon túl elvinni máshová. A részvétel feltételei és módjai, hát az infrastruktúra, tehát jelenleg előkészületi szakaszban van, lesz tagdíj és in-kind hozzájárulás. Az egyes országok felelnek majd a saját infrastruktúrájukért, nem lesz közös infrastruktúraépítés. Az in-kind itt a saját infrastruktúrához való hozzáférés biztosítását jelenti, ez a nagy berendezéseknél nyalámidő jelent, kisebb berendezéseknél pedig a laboratóriumokhoz való hozzáférést. In-kind lehet stratégiai kutatás, tréning, diszemináció is. Itt szeretnénk, hogyha Magyarország teljes jogú tag lenne, hiszen csak ez biztosítja az IRIS ERIC címke használatát. A részvételhez, ahogy mondtam, új infrastruktúrát nem kell létrehozni, a meglévőket viszont fenn kell tartani és fejleszteni, és ez folyamatos munkát kíván. Természetesen későbbiekben lehet az infrastruktúrát változtatni, tehát a már ismertetett intézményeken túl számos új partnert is be lehet vonni. Ez. Az IRIS kiváló alap lesz új együttműködések létrehozásához, és olyan kutatási területekre is kiterjedhetnek ezek, ahol korábban nem volt partnerség. Hátteret fog
biztosítani a fiatalok képzéséhez, és elősegíti majd mérési módszerek, digitális megoldások, itt gondolhatók formátumok, adatkezelés, protokollok, stb. Harmonizációját, és ezeket a közösség számára is elérhetővé teszi. Az iris.hu, tehát így nevezzük a magyar csomópontot, ennek egy katalizátor szerepet szánunk, és a tagság nem csak a részvevő intézetek számára fontos, ahogy mondtam, ezek köre is bűvíthető, hanem a teljes hazai örökségtudományi közösség érdekét szolgálja. És az IRIS-ben való részvétel egyfajta minőségbiztosítást fog jelenteni, és nagyobb láthatóságot fog biztosítani számunkra. Ahogy már említettem, az IRIS még nem alakult meg, viszont az Hyperion HS projekt az jelenleg is zajlik. Ez részben modellezi azt a működést, ahogyan az infrastruktúra fog működni, tehát egységes belépési ponttal rendelkezik, katalógusból választhatják ki az érdeklődők a különböző technikákat, illetve infrastruktúrákat, ahová szeretnének pályázni. Egy egységes pályázatkezelő rendszert hoztak létre, megfelelő szabályzatokkal, hozzáférési politikával, bírálóbizottságot hoztak létre, pontozási rendszert, és HELPDESK segíti a pályázókat, és az adatkezelési elvek kidolgozása pedig folyamatos. Tehát ez a projekt, ez részben modellezi a későbbi működést, további információ az hyperionhs.eu honlapon található, nyitott a call, tehát bátorítok mindenkit, hogy nézzen szét, és a hazai érdeklődők találhatnak pályázati lehetőséget. És magáról az IRIS-ről, illetve a magyar csomópontról pedig ezeken a honlapokon található több információ. És köszönöm szépen a figyelmet!